hány éve vagyunk házasok? Pontosan pár nap múlva 6 éve leszünk házasok. Hány év különbség van köztünk? No, hát egészen pontosan 12 és fél. Jó válasz. Mi az, ami könnyű a házasságunkban számodra? Együtt élni valahogy, ez olyan természetesen működik. Valahogy mindig azt érzem, hogy ki tudjuk egészíteni egymást, és olyan egyszerűen csak jól működik, mert figyelünk egymásra. Miből tudtad, hogy én leszek a megfelelő társ számodra? Elsősorban, amit figyelembe vettem, az a korkülönbség ellenére hasonló értékek, a céltudatosságod, és a már a kezdetekből tapasztalható bizalom. Talán ezek. Milyen reményekkel indult a házasságunkban a gyermekvállalás? Hát a remények azok megvoltak. Csak telt az idő, és kérdések merültek fel, hogy egy év házasság után még mindig miért nem fogan, amikor nyitottak voltunk igazából az ő érkezésére első perctől. Pozitívan indult, csak nem úgy alakult. Számodra melyik volt a legmélyebb pont a gyermekvárásban? Hát természetesen, hogy az volt a számomra az volt a megélt legmélyebb pont, amikor az orvos közölte velem, hogy úgy néz ki, hogy természetes úton nem lehet gyerekünk, és ugyanakkor egy ugyanolyan természetességgel próbált megnyugtatni, hogy ez nem egy probléma, mert minden hatodik férfi ezzel küzd, és ez nem egy probléma, tehát hogy művi úton ezt lehet kompenzálni, lehet ezen segíteni, ezen ne keseredjek el. És ami számomra ugye a mélységét adta ennek, tehát hogy az, hogy mint férfi sérültem, úgy gondolom akkor, tehát hogy az számomra, hogy valami miatt nem vagyok teljes, valami miatt valami hiányzik belőlem, ami pont a gyerekvállalás szempontjában nagyon fontos lenne. Igen, talán ez volt a legmélyebb pont, igen. Amit még előtted is nagyon nehéz volt ezt kimondani, felvállalni, hogy ez van. Igen. Én tudtam. Nőként mit éltél meg a legnagyobb nehézségnek, kudarcnak, gyermek áldásra várva? Nagyon sokan azt hiszik, hogy az, amikor kiderül, hogy nehézségek lesznek a gyermek áldásba, azt gondolják, hogy ha megtalálják a hibás felett, hogy kinél van orvosi szempontból a probléma, akkor az megkönnyíti annak az oldalát, akinél nincs fiziológia vagy fizikai probléma. Viszont ez nagyon nem így van, mert amikor meddőségről van szó, akkor teljesen mindegy,
hogy most melyik oldalon van, mert itt párkapcsolati krízisről van szó, itt ugyanúgy megéltem én is, mint ahogy te ennek a nehézségét. A legnehezebb sokszor az volt, hogy nőként újra meg újra havonta megéljük azt a testünkbe a női ciklus által, hogy újra egy akarva akaratlan egy remény megszületik, és a ciklus végén pedig szembesülünk azzal, hogy akkor most megint nem maradt állapotosan a feleség, és voltak hónapok, amikor könnyebben viseltem ezt, és voltak hónapok, amikor nagyon, nagyon nehéz volt. Nem nyugtatott meg az, hogy egészségügyileg semmi bajom nincsen, mert ugyanazt éltem meg, hogy nem lehetek édesanyja, és ennek a tudata nagyon sokszor könnyekre fakasztott, és kétségbeesés lett úrá rajtam, de valahogy egy idő után újra hitet merítettem, és megtanultam a Jóistentől azt, hogy nem áll meg itt az élet. Melyik volt az a pont, amikor meggyőződtél, hogy lesz gyermekünk? Nem tudnám egy ponthoz kötni, azért, mert ugye 3 évet vártunk a kisfiunknak az érkezésére, és egy fejlődési folyamat volt az, hogy a krízisből, az egyéni krízisből és a párkapcsolatunknak a teljességének az újra átértékeléséből ki tudtam lépni, ami nem ment egyedül, hanem kizárólag a Jóistenbe merítkeztem. És valahogy úgy alakította az életeseményeket, hogy lelki gyakorlatokra tudtam menni, önismereti képzésen tudtam részt venni, és nagyon sokat tanultam magamról, megtanultam azt, hogy az életem teljes értékű élet, nőként teljes értékű nő vagyok, akkor is, hogyha nem leszek édesanyja, a házasságunk egy biztos szövetség, és a hivatásom az teljes értékű azzal, hogy én a te feleséged vagyok, nem vagyok kevesebb, nem azért születtem erre a földre, hogy elsősorban valakinek az édesanyja legyek. És ezt úgy átadva Jóistennek, valahogy átalakult bennem, és nem egy olyan fajta görcsös remény született meg, hogy én nem tudom magamat meghatározni, hogyha nem lesz, hanem az, hogyha Uram, mégis ha lesz, akkor ő te dicsőségedre lesz, és hálás vagyok. És hogyha nem lesz, azért is hálás vagyok, mert hogy rengeteget formálódtam ez alatt a nehézség alatt. És nem egy ítéletnek, nem egy büntetésnek, vagy valamilyen óriási csapásnak éltem meg azt, hogyha nem lesz gyermekünk. És érdekes, hogy tényleg ezt úgy éreztem, hogy együtt éltük meg ezt a folyamatot, végig kísértük egymást ebben, és amikor valahogy mind a kettőnkbe megszülettek ezek a dolgok, és megtaláltuk a helyünket és az értékünket maximálisan, akkor megfogant Péter.
opció volt a mesterséges megtermékenyítés? Hogyan döntöttél, döntöttünk? Igen, éppen gondolkoztam az előbb, hogy ezt kihagytam, amikor a mélypontról volt szó. Igen, tehát hogy amikor nekem az orvos elmondta, hogy ez a helyzet, jó, azt mondta, hogy megpróbálhatjuk ezt kezelni, meg is próbáltuk, de sikert nem hozott. Én ahogy kijöttem tőle, már azonnal, ahogy hazamentem, elkezdtem keresgélni, hogy akkor más lehetőség nincs, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok neked, hogy akkor átöleltél, és azt mondtad, hogy ezzel még, ezt most még tegyük félre, és várjunk, tehát hogy ezt most nem kell ilyen hirtelen meghozni, ezt a döntést. És akkor elkezdtünk ezekről a dolgokról beszélgetni, elkezdtünk, tudom, utána nézni, utána olvasni, az egyháznak az álláspontját is figyelembe véve így kutakodtunk ezek után, és emlékszek, hogy akkor, most pontosan nem tudom, az orvosnak, egy magyarországi idős orvos tartott egy előadást a Deusba, és pont hasonló témával kapcsolatosan volt egy előadás sorozata, és ő, mint világi, de ugyanakkor mélyen hívő orvos professzortól is tanácsot kértünk, és ő is megerősített abban, hogy nem az a megoldás, nem biztos, hogy arra van nektek szükségetek, hanem tovább imádkozni és reménykedni, hinni abban, hogy a Jóistennel semmi sem lehetetlen. És az végül is azt tette fel az írja a pontot, hogy igen, tehát hogy ez a remény tovább ment, és hogy kiteljesedett ez a ráhagyatkozás a Jóisten akaratára. Mi tartott benned reményt hónapról hónapra, nálunk évről évre, hogy mégis lesz gyerekünk? Hát mindenképpen az Istenbe vetett hitem, ami hát egy küzdelem volt, mert hogy először a kezdetekben, amikor ugye megtudtam, hogy nálam van a probléma, akkor ugye csomó miért volt bennem, egy csomó kérdés volt bennem, hogy tényleg ez most miért van így, vagy miért kell így legyen, meg hogy tényleg mire akar ezzel a Jóisten tanítani, mire akar rávezetni, meddig tarthat ez a küzdelem, tehát hogy ez most ez tényleg végleges, vagy... De nagyon éreztem, végig éreztem azt a gondoskodást a Jóisten részéről, hiszen hát elég gyakran küldött az életünkbe olyan embereket, akik bátorítottak, akik hasonló példákkal és akár megélt események során bátorítottak, hogy nem kell veszíteni a reményt, hanem az ima az rendkívül fontos. És igen, volt itt is egy holdpont, egy mélypont, amikor át tudtam adni teljes egészében ezt a várakozást, ezt a sok kérdést, teljesen át tudtam adni a Jóistennek, és azt ki tudtam mondani, hogy igen, a kezedben vagyunk, és hogy biztos vagyok benne, hogy ha te akarod, akkor lesz, és ne az legyen tényleg, hogy görcsösen ragaszkodok ahhoz, hogy szeretném, hanem hogy ahogy te is, amikor te látod ezt a megfelelőnek. Igen, tehát hogy és ezen kívül persze volt egy, amit
tudom, tehát hogy muszáj, hogy megemlítsek, és az a, az általam profétának hitt Mio Baráda lelki gyakorlata jelentett egy nagyon nagy fordulatot, amikor hasonló témákról ugye ő beszélt, és amikor elmentünk ki és kértük az imáját, és amikor ő imádkozott fölöttünk, majdnem biztos voltam, hogy, hogy rövidesen történni fog valami. És rá egy évre, mikor újra a lelki gyakorlaton voltunk, akkor te már 8. hónapban voltál. Úgyhogy, igen. Milyen volt az, amikor megtudtad, hogy várandós vagy? Hát alig hittem a szememnek, de valahogy úgy, úgy ösztönösen éreztem. Éppen útba voltunk haza a szüleimtől, és emlékszem, hogy volt egy nagy bukkanó az úton, és reflexzerűen a kezemet a hasamra tettem. És úgy elgondoltam magamba akkor, hogy, hogy ezt most miért csináltam? Vagy úgy érdekes volt így magam számára is ez a reakció, és nagyon izgatottan vártam, hogy hazaérünk. Ilyen még soha nem volt. És amikor megtudtam, hogy akkor, akkor babánk lesz, akkor hát az elég nagy hittem a szememnek. De olyan hála volt rögtön bennem. És csak dicsérni tudtam az Urat, hogy, hogy ő ezzel megajándékozott minket. Visszanézve, volt valami jó a hosszas várakozásban? Nagyon sok jó volt a hosszas várakozásban. Abból a szempontból is, hogy azt tapasztaltam az egész házasságunk alatt is, és az udvarlási időszakban is, hogy a kihívások, azok megerősítettek minket, megerősítenek bennünket, a kapcsolatunkat, az egymásba való bizalmunkat, azt, hogy, hogy tudjuk, hogy, hogy együtt mindent meg tudunk valósítani, és szeretetben tudunk élni a kihívások ellenére. És nagyon sok olyan emberrel hozott össze a Jóisten, akik hasonló krízisben voltak, soha ismertük egymást, de lehet nem is beszéltünk erről, valahogy idegenekkel is beszéltünk erről, és el tudtuk nekik mondani azt, amit az orvosok nem mondanak el, amit a családjukban nem mernek elmondani, ami tabuként kezelik a nőknek a félelmeit, nem mernek beszélni az esetleges lelkisérülésekről, és ezekről mi tudtunk beszélgetni ugyancsak hasonló helyzetben lévő párokkal, és ezekért nagyon hálás vagyok, valamint a Jóisten tényleg olyan helyekre vitt el, hogy egyénileg is tudtunk fejlődni. Biztos vagyok benne, hogy, hogy az, aki most vagyok édesanyaként, ha első perctől összejött volna a gyermekünk, akkor nem lennék ugyanaz az édesanya. Nem tudnék ugyanúgy hálás lenni. Lehet nem tudnám ugyanazt, ugyanúgy értékelni, vagy, vagy észrevenni a csodákat körülöttem, amit, amit ő hozott az életünkbe. Nem tudnék ennyire hálás lenni a házasságunknak az erejéért. Nem tudnám annyira értékelni, lehet, hogy csak a gyerekünkbe látnám az értéket, a jövőnket, a céljainkat. Az anyaságomra másképpen tekintenék. Tehát, hogy rengeteg gyümölcse van, és nem csak az, hogy ő van, és én édesanyja vagyok. Zárszóként, meg
bátorításként azok számára, akik hasonló gondokkal küzdenek, hogy az imának ereje van, az imának hatalma van, imával, és most idézem, csatákat lehet győzni, nyerni, és erre bizonyíték az is, hogy a második gyerekünket is várjuk. Igen. Úgyhogy hála és dicsőség a jó Istennek, és köszönöm, hogy vagy, és a gyerekeimnek az édesanyja lehetsz. Köszönjük, hogy megnézted a videót! Ha tetszett, akkor iratkozz fel a csatornára, és oszd meg másokkal is!